Akkor tehát ismét és újonnan mindenkit sok szeretettel köszöntök a Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába idei workshop sorozatának miskolci állomásán, ahol miskolci és környékbeli cégeket, intézményeket és az önkormányzat képviselőit hívtuk meg. Én Árva János vagyok, velem van Halász Áron, a Magyar Kerékpáros Klub elnökhelyettese, és Kunhalmi Zoltán, a Kerékpáros Miskolc Egyesület vezetője. A webinár célja, hogy bemutassuk, hogy milyen előnyökkel jár, hogyha többen járnak kerékpárral a munkahelyükre, milyen helyi lehetőségek vannak a kerékpározás népszerűsítésére, és konkrét segítséget is szeretnénk adni azoknak, akik esetleg most szeretnének valamilyen fejlesztésbe, kerékpáros népszerűsítésbe fogni az intézményükben, munkahelyükön, cégüknél. A gyakorlati példák és kezdő lépések bemutatását követően pedig lesz lehetőség arra, hogy kérdések-válaszok formájában megbeszéljük a tapasztalataikat, kérdezzenek egymástól a résztvevők tőlünk, a legjobb tudásunk szerint ide igyekszünk majd megválaszolni ezeket a kérdéseket. Három technikai információval kezdeném. Az egyik az, hogy mint láthatták, az előadást rögzítjük kamerára, tehát hogyha valakit zavar, akkor kapcsolja ki a kameráját az előadás zöme alatt. Természetesen a kérdéseknél talán jobb, hogyha látjuk is egymást. A másik technikai információ, mielőtt elfelejtem, de igyekszem majd megismételni az előadás végén is, hogy a prezentációt online meg fogják tudni nézni a YouTube-on is, elküldjük majd egy e-mailben az elérhetőségeit ezeknek, tehát hogyha valakinek valami érdekes adat vagy egy hasznos tanács megragadta a figyelmét, akkor nem kell aggódni, nem kell lejegyzetelni feltétlenül. A harmadik pedig az, és ezzel rögtön talán el is kezdeném, hogy lesznek feladatok, ahol érdemes megnyitni a prezentációnak, vagy ennek a Zoom beszélgetésnek a chat ablakát, és majd ide-oda ugrálgatni vissza a prezibe, amit megpróbálok megosztani. Kezdjük is el akkor talán. Kerékpározni jó dolog, ezt mindenki tudja, talán még az is, aki soha nem ült kerékpáron, hallott a pozitív tulajdonságairól és jellemzőiről a kerékpározásnak. Azok is valószínűleg ezt gondolják, aki szerint csak sporteszköz a kerékpár, vagy aki annyira fél a közlekedéstől, hogy mert nagyon veszélyesnek tartja azt, nem veszélyes szerintem kerékpározni a forgalomban. Arra kérném önöket, hogy a kollégám által a chatablakban most a Zoom-nak a chatablakában elküldött linkre klikkeljenek rá, és ezt a linket majd ne is zárják be. Hogyha valaki telefonról dolgozik, akkor majd újra el fogja küldeni szerintem a kolléganőm a chatbe, tehát akkor ő természetesen visszaléphet a prezibe. Arra kérném tehát önöket, hogy egy picit gondoljanak arra, hogy önök számára, vagy önök szerint miért jó a kerékpározás. És ezen a mentiméteres linken, amit önök meg tudnak nyitni, próbálják meg beírni szépen azt, hogy önök szerint miért jó kerékpározni. Várok egy kicsit, egy olyan 30 másodpercet, hogy mindenki megtehesse ezt. Közben érkeznek már szép számmal a megoldások, és én ezt be is fogom szépen mutatni. Hogyha valaki végzett, akkor lépjen tehát vissza a prezibe, amit mutatok, és akkor láthatjuk itt az önök által megadott szavakat, gondolatokat. Sokan írják az egészséget, a testmozgást, a rugalmasságot. Ezekre majd vissza fogunk térni. Az előadás során kiderül, hogy vajon igazuk van-e, vagy sem. Nem árulok el nagy titkot, hogy nagy valószínűséggel igazuk lesz azoknak, akik például az egészségességet írták. Még egy picit várok. Jó. Következő percekben a kerékpározás előnyeivel fogunk foglalkozni többféle szinten. Az egyén, a társadalom, és nem utolsó sorban önök, a cégek
és intézmények számára milyen előnyökkel járhat a kerékpározás. De előbb nézzük meg, hogy hol tart Magyarországon ma a kerékpározás. Ehhez szeretném felkérni Halász Áront, a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettesét, hogy mutassa be, hogyan bringázik Magyarország. Áron, tiéd a szó. Köszönöm a lehetőséget, és jó, hogy itt lehetek. Ez már a sokadik olyan város, ahol hasonló körben beszélgetünk a kerékpározásról. És az én dolgom az, hogy elmeséljem, hogyan bringázik Magyarország. Erre nem sok adatunk van, de amennyi van, az eléggé sokat mondó. Például a Magyar Kerékpáros Klub szokott szervezni egy reprezentatív kutatást, két évente, 2018-ban csináltuk meg először, és 2020-ban megismételtük, és ebből az elég jól látszik az országra vetítve, hogy Magyarország jól áll kerékpározásban, és még egyébként országos szinten is például az autózást tekintjük egy domináns közlekedési eszköznek, a többség nem ezt használja mindennapokban. Itt ugye a kutatásunk az a két koronavírus időszak között zajlott, a második vagy első hullám vége után egy kicsivel volt a kérdezés, akkor tudtuk megcsinálni az előző kutatást is, ugye az időben kötöttek voltunk, de az nagyjából látszik, hogy valószínűleg itt a vírushelyzet, a lezárások miatt volt egy kis eltolódás, de a kerékpározás az megmaradt egy 16%-os arányban azok között, tehát az emberek nagyjából 16%-a elsősorban kerékpárral közlekedik a mindennapokban. Ezzel pedig egyébként egy európai szinten elég jó helyen vagyunk, dobogósak vagyunk a kerékpárhasználatban, sokan nem tudják, de Hollandia és Dánia után az Eurostat adatai szerint Magyarországon kerékpároznak a legtöbben. Nyilván itt nem Budapest vagy egy-két nagyváros az, ami felhúzza ezt az arányt, hanem a vidéki kerékpáros hagyományok is ezek tovább élése, de majd meg fogjuk látni, hogy városokban is van egy új kerékpáros boom, egyre többen választják ezt is közlekedési eszköznek. Erre pedig minden lehetőségünk megvan, hiszen még sokkal több embernek van kerékpárja, a lakosság, a felnőtt lakosság körében végeztük a kutatást, az ő 63%-uknak van saját bicikliük, további 12%-nak elérhető, tehát van egy közbringa állomás a közelében, hogy kölcsön tud kérni, a nyaralójából tud hozni magának biciklit, tehát 75% számára elérhető az, hogy kerékpározzon, és látszik egy trendbeli eltolódás a magasabb értékű, valószínűleg jobb minőségű kerékpárok irányába, tehát ez egy nagyon nagy medence, amiből halászni lehet még, hogyha szeretnénk, és reméljük, hogy szeretnénk. Ez hogy néz ki régiónként? Most az észak-magyarországi régió pont nem a legkerékpárosabbak között van sajnos, de hát ezt tudjuk, hogy miért van, nyilván ennek vannak földrajzi akadályai, viszont a lakosabb részek, az alföldes területeken ott azért a kerékpározás továbbra is él, a hegyvidéki részeken pedig, főleg a turisztikai szintű kerékpározásnak van nyilván egy nagy, meg a szabadidős kerékpározásnak egy nagy reneszánsza. Mint mondtam, nem sok helyi adatunk van. Budapesten vannak állandó kerékpárszámlálók, vidéken általában időszakos kutatások vannak. Van egy Veloclass nevű honlap, ez a cég bizonyos turisztikai útvonalakon végez időszakos kutatásokat, főleg tavasztól őszig, és a Magyar Közút ZRT szokott közzétenni adatokat. Ők 3 napot szoktak vizsgálni, főleg a szabadidős kerékpáros útvonalakon. Ezeket hasonlítják össze az előző évi adatokkal. Ez a legutóbbi tavalyi publikációjuk, hogy hány kerékpáros mértek 3 nap alatt egy-egy megye, egy-egy turisztikai útvonalán. Zemplénről van a legközelebbi adatunk Miskolchoz, legalábbis a Magyar Közúttal, és ők azt közölték, hogy mindenhol nőtt a szabadidős kerékpározásnak, vagy kerékpározók száma ezeken a helyeken. De mi itt ugye főleg a munkával kerékpározásról beszélünk, és mi van a munkával kerékpározással olyan időszakokban, amikor az embereknek nem szabad bemenni a munkahelyére. Ezt megtapasztaltuk az elmúlt másfél évben, hogy amikor éppen járványidőszak volt, az emberek több időt töltöttek otthon, vagy esetleg szabad tereken, parkokban, kirándulóhelyeken, kevesebb időt voltak a munkahelyükön, remélhetőleg azért dolgoztak otthonról is rendesen, és a közösségi közlekedés iránti érdeklődés is kicsit csökkent, eleinte az autóforgalom is,
nem tudom, hogy Miskolcon ez hogy áll, Budapesten azóta egy kicsit megnőtt, viszont a kerékpárforgalom mindenképpen megnövekedett az egész országban, és mindenhonnan panaszkodnak ellátási gondokról. Nagyon nagy igény van a kerékpárokra, az új kerékpárokból pedig nem tudnak annyit gyártani és szállítani, amennyit szeretnének az emberek venni. Épp ezért egyébként a használt piacok is, a kerékpár szervizek is nagyon felpörögtek. Mi lehet az érdeklődés oka, főleg ebben a éppen járvány van, éppen járvány nincsen időszakban. Nyilván a távolságtartás igénye a nagyon sok embernek nyilvánvaló lett, hiszen ez az egyik fő lehetőség arra, hogy ne kapjuk el a koronavírust. Másik lehetőségünk az volt, hogy autóba üljünk, de hát tudjuk, hogy ezért annak vannak korlátai, a dugók formájában, parkolóhelykeresés formájában nem fér el akármennyi autó a városokban. A szabadidős lehetőségek szűkülése, valószínűleg az, hogy jobban odafigyelünk az egészségünkre, a már látott kerékpárra rendelkezés, és fogok mutatni majd egy diát a kerékpározásról a nyitottságra is, olyan lehetőséget adott, hogy az emberek könnyen üljenek biciklire. Olyan városokban, ahol új kerékpársávokat, forgalomcsillapítási intézkedéseket vezettek be, lezártak forgalmas tömegközlekedési útvonalakat, felújítások miatt, ez Budapesten megtörtént, látszott, hogy azokon az útvonalakon a kerékpárt az emberek egyszerűen elkezdik elővenni, és egy alternatívaként használják. Voltak ugye kampányok, mi is sokat beszéltünk arról a partnereinkkel, és most is azért vagyunk itt, hogy minél több embernek elmondjuk, hogy hogyan lehet kerékpározni, és a belföldi turizmus is fellendült az utóbbi időszakban, főleg amikor nehéz volt utazni. Ilyen helyzetekben pedig egyébként az ismert emberek is kerékpárokkal pózolnak, az autóreklámokban is kerékpárok jelentek meg, mi rekordszámú nyilatkozatot adhattunk, és a kampányainkra is nagyon sokan odafigyeltek, nagy és kis cégek is kerékpárral reklámoztak, és az elektromos kerékpárok vásárlási támogatása is elindult, ezt a kerékpárosok kezdeményezte az Ipari Szövetséggel együtt, ami ennek a kis szegmensnek lehet egy ilyen indító gombja. Tehát itt nagyon pozitívan beszéltem eddig arról, hogy milyen sokan akarnak kerékpározni, de hát vannak ennek akadályai. A kutatások egyértelműen azt mondják, hogy az infrastruktúra nem elég vonzó még mindig nagyon sok embernek, félnek az autóforgalomban, félnek attól, hogy nem lesznek együttműködők velük a többi közlekedők, hiányolják a kerékpártárolókat és a jól használható kerékpártárolókat a lakóhelyeken, a tömegközlekedési átszállóhelyeken, illetve olyan célpontoknál, mint üzletek, boltok, bevásárlóközpontok, hivatalok, ahol ügyeket intézünk, esetleg iskoláknál is, és ez az infrastruktúra hiány az, ami sok embert még visszatart. Pedig kiderül a következő diáról, hogy mennyi lehetőség lenne abban, hogy fejlesztésekkel, akár kisebb beavatkozásokkal, kisebb beruházásokkal több embernek segítsünk kerékpározni. Magyarországot nagyon megosztott országnak szokták mondani, na most ez kerékpározásban nem látszik. A kutatásunkban nagyon sok mindenre rákérdeztünk, arra is rákérdeztünk, hogy elképzelhetőnek tartják-e emberek, hogyha javulnak a körülmények, akkor kerékpárral közlekedjenek a mindennapokban, nem csak hétvégén, nem csak szórakozásból, hanem közlekedési célból is. Férfiak és nők között nem nagyon van különbség, politikai beállítottság szerint sem nagyon van különbség, és egyébként még a település típusok között sem nagyon van. Budapest a legnagyobb város, ott picit többen nem tudják elképzelni magukat kerékpáron, de az sem éri a 30%-ot. Megyeszékhelyeken, itt nem tudunk Miskolc bontást mutatni, de azért sokat mond, hogy a megyeszékhelyeken is csak 20% az, aki elzárkózik a kerékpározás elől. Nagyon sokan, 34% mondta azt, hogy valószínű, hogy kerékpároznak, ha javulnának a feltételei, és van még egy óriási tömeg, akik közül, hogyha esetleg megváltozik az élethelyzetük, ők is lehet, hogy kerékpárra ülnének, ha majd a gyereket nem kell suliba vinni a másik településre, például elképzelhetőnek tartják, hogy biciklizzenek. Ez volt nagyon röviden a magyar kerékpáros helyzet összefoglalása a legutóbbi adatok alapján, és most szeretném megkérni, hogy Kunhalmi Zoltán, a Kerékpáros Miskolc Egyesület mondjon pár szót arról, hogy Miskolcon hogyan áll kerékpározás. Köszönöm szépen a figyelmet, és én itt leszek később is, akár tudok válaszolni részletesebb kérdésekre, és be fogom tenni a kutatásunk részletes elérhetőségét a chat ablakban. Köszönöm szépen én is, és jó napot kívánok mindenkinek. Ha azt szeretnénk, hogy Miskolc kerékpározás barát város legyen, hogyha az első diát megmutatok, köszi szépen, akkor azt kell látnunk, hogy a kerékpározás
barát város, az igazából három pilléren nyugszik. Az első pillér csak maga a hálózat, tehát hogy milyenek az utak, milyen a közlekedési lehetőség. Ugyanilyen fontos a szemléletformálás, az információ, a kommunikáció, és az, hogy milyen szolgáltatások kapcsolódnak, segítik a kerékpározást. Nézzük az első pillért, milyen a miskolci háló következő dián. Még mielőtt a hálózatra rátérnénk, azért azt is nézzük, hogy milyen szempontból, vagy milyen céllal próbálja a város fejleszteni a hálózatát. Ugye itt egy 2016-os modál split, azaz közlekedési munkamegosztási tényadatot látunk balra felül. Ez azt jelenti, hogy a kerékpárnak a részaránya a város közlekedésében ugye 5%-ot tesz ki, és 2030-ra az a város ambiciózus célja, hogy ez a részarány ez megháromszorozódjék. Ehhez ugye szükség van egyrészt az úthálózatra. Az úthálózaton belül a főhálózatot ábrázoltuk ezen a jobb oldali nagy térképen. Ugye itt a többség miskolci, tehát jól fölismerhető, azt hiszem, hogy mit látunk, és itt a különböző közlekedési módok vannak ábrázolva. Látható, hogy az egyéni autóhasználattal tényleg nyílegyenesen eljuthatunk bárhová, a közösségi közlekedéssel is szintén, és hát a kerékpárnak, mint a kerülő utakra legérzékenyebb közlekedési módnak a hálózatán azért látszik, hogy van még mit csiszolgatni. Hogyha tovább megyünk a következő pillérre, a információ, kommunikáció, szemléletformálás, itt példaképpen egy 2018-as a várossal, az NVK-val és még több más partnerrel közös kampányunkról készült felvételt mutatunk. Igazából itt arra lenne szükség, hogy mindazok számára legyen sok irányú kommunikáció, szemléletformálás, akik már közlekednek kerékpárral, azok számára is, akik nem közlekednek kerékpárral, de együtt közlekednek a városban a kerékpárokkal és több más móddal, és hát a módváltást támogató kommunikációra is szükség lenne. A harmadik nagy pillér az ugye nem más, mint a szolgáltatások, amelyek kapcsolódnak a kerékpározáshoz. Itt szintén van egy példánk, talán felismerhető, hogy a Színva Park bevásárló központnál vagyunk. Itt a Színva Park és az Egyesületünk együttműködésében készült el Miskolcnak az egyik legnagyobb kerékpár parkoló létesítménye. Ugye több parkoló is van a Színva Park körül, és kiemelném, hogy itt van egy ingyenesen használható közpumpa és szerviz, önkiszolgáló szervizállomás is, és ez csak egy része annak, hogy mi mindenféle szolgáltatás kapcsolódhat a kerékpározáshoz. Próbáljuk meg egy picit összefoglalni ezt az egészet, igyekeztem nagyon rövid lenni. Nézzük meg, hogy mik az erősségeink, a gyengeségeink, vannak-e lehetőségek, veszélyek. Mindenképpen az erősségekhez sorolnám én azt azért, hogy kialakulóban van a városnak a főhálózata. Ugyanakkor, ahogy láttuk, és lehetne ezt részletesebben is elemezni, azért a főhálózat minőségén lehet mit javítani, különösen akkor, hogyha itt nagyobb kerékpárforgalomra számítunk. Erőssége a miskolci úthálózatnak, hogy sok olyan egyirányú utca van, amelyek meg vannak nyitva kétirányú kerékpározásra, ezáltal ugye a kerékpárral megteendő útnak a hosszúsága rövidíthető, tehát a versenyképesség javítható. Azt mondom viszont, hogy az alaphálózat az igazából kialakulatlan, és ez nem csak kerékpáros probléma. A lakóutcáink többségében, ha van is már 30-as tábla, azért a lakóutcáknak a műszaki kialakítása az olyan, mint egy nagyobb út lekicsinyítve, nem üzeni azt a gépjármű vezetőknek, hogy itt picikét visszafogottabban közlekedjenek, picikét lassabban és egymásra tekintettel, és a legvédtelenebb úthasználókra tekintettel. Ez lenne az a
része a dolognak, amit talán leginkább fejleszteni kéne, nem csak a kerékpárral közlekedők, hanem az ott élők életminősége, a gyerekek, az idősek érdekében. Földrajzi adottságainkat mi nagyobb részt kedvezőnek minősítjük, van nekünk ugyan havasunk, szép nagy hegyünk, ahol sokan laknak, de valójában a város nagy része azért viszonylag sík fekvésű, tehát könnyen kerékpározható. Ahhoz, hogy a kerékpározást minden irányban fejleszteni tudjuk, ahhoz azért komoly szakismeretek is kellenek, ezekkel a szakismeretekkel is mindenkinek föl kell magát vérteznie, aki ebben a szénában valamit tesz, tehát ez megint inkább a gyengeségek oldalán van, és hát bizony a szemléletformálás, a kommunikáció az erőteljesen hiányzik, ugyanúgy a szolgáltatásaink is, tehát itt leginkább például a lakótelepeket emelném ki, ahol lakótelepi lakásokban élőknek nagyon-nagyon nehéz elhelyezniük a kerékpárokat sokszor, hiszen föl kell vinni a lakásba, erre külföldön már nagyon-nagyon jó példák vannak. Nézzük, mik a lehetőségeink. Ugye egyrészt az előnyben részesítés alkalmazása, ennek sokféle műszaki megoldása van, hogy hogyan lehet segíteni az úthálózaton a kerékpároknak a gyorsabb haladását. Másik hasonló lehetőség az agglomerációs kapcsolatoknak a kiteljesítése. Ugye néztük az előbb a főhálózatot, ott azt lehet látni, hogy ennek elindult a kialakulása, de a szomszédos településekhez bizony még nem mindig tudunk eljutni, tehát akár csak Szirmabessenyőre, akár Felsőzsolcára, akár Máiba. Az jó hír, hogy ezeknek a megvalósítása az elindult. Nincsen a városnak közbringa rendszere, de nem csak közbringa rendszere nincsen, hanem semmilyen más eszközmegosztó rendszerünk, tehát roller megosztó vagy autó megosztó rendszer sem. Ezeknek a rendszereknek a megvalósítása is nagyon jó lehetőség arra, hogy a modál splitet, tehát a közlekedési munkamegosztást kedvező irányba tolja el. Ugye van már olyan budapesti kerület, ahol anyagilag is ösztönzik például a kerékpárvásárlást, a kerékpárhasználatot, egyébként képzésekkel is, ezt a lehetőséget Miskolc még nem használja, és már szóltam ugye a kerékpár parkolásnak a megoldásáról, elsősorban belvárosban, lakótelepeken, és hát még nagyon sok munkahelyen, iskoláknál, de arra talán majd fogunk látni jó példát. Veszélyek. Ugye az egyik a késlekedés az időben, ezt nem kell részletezni. Nagy veszélye van annak, hogyha az úthálózat fejlesztése nem professzionálisan, nem a legjobb szakmai sztenderdeknek megfelelően történik, mert akkor ezek nem fogják tudni hozni azokat a növekedéseket, azokat a kerékpározók számának azt a növekedését, amit szeretnénk. Gyakori még, hogy médiában áldozathibáztató, autóközpontú kommunikáció jelenik meg, és végül sokszor hiányban vannak a támogató és a más módokat inkább, a nem fenntartató módokat inkább egy picit visszafogó intézkedések, ezeknek az összhangjára is törekedni kellene. Köszönöm szépen, én nagyon röviden ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen én is Zolinak és Áronnak. Jó volt látni, hogy van honnan fejlődni a Miskolcnak is, de hogy megvannak a szakmai hátterei ennek és a lehetőségei ennek. Egyébként ez az 5%-os modál split, ez például nem is annyira rossz, mert Budapesten eddig kb. 4%-an kerékpároztak. Most már járvány... 6%-ra emelkedett. Így van, köszönöm szépen. Tehát most a járványnak köszönhetően 6%-ra emelkedett. És ugye a járványnak a hatásait Áron is bemutatta, a növekvő bringázó tömeget, a növekvő modál splitet, de vajon ez a környezetünkre milyen hatással jár? Az, hogy a kerékpározás az a legkörnyezetbarátabb közlekedési mód, ezt sokan tudják. Nem csak azért, mert szinte zéró emisszióval juttathat el embereket, kis helyet foglalva és a leggyorsabban, leghatékonyabban A-ból B-be, de azt talán kevesebben tudják, hogy pontosan számszerűsítve ez mit jelent, úgyhogy ezért készítettük ezt a diát, hogy láthatóvá váljék, hogy egy személyautóval összehasonlítva például a kerékpár az közel 13-ad annyi
széndioxidot bocsájt ki a levegőbe utas kilométerenként, és ennek köszönhetően a Kerékpáros Klub Bringáz a munkába kampány, ami 2007 óta van éves szinten, bizony már több mint 10 millió letekert kilométerrel büszkélkedhet, és ennek megfelelően több mint 300 millió forintnyi benzint spóroltak, ezzel több mint 1 millió tonna széndioxidot spóroltak meg a környezetünknek. Tehát érdemes esetleg a jövőre figyelni, remélhetőleg egy rendes, újra normalitás kategóriába tartozó Bringáz a munkába kampányt tudunk szervezni jövőre, de természetesen megvan a lehetőség arra, hogy mindenki saját magának szervezzen valami hasonlót. Minden esetre az, hogy ez igazából mennyibe is fáj nekünk, az pedig egy tavalyi kimutatásból látható, bizony 600 ezer forintunkba kerül az éves szinten az a korai halálozásokban, kórházi ápolásokban kimutatható kár, amit a légszennyezés okoz Magyarországon. Azért, hogyha valaki elképzel egy kötek 20 ezerest maga mellett, most egy pillanatra hagyok egy kis időt, én is magam mellé nézek ide a laptopra, egy körülbelül 1 centi vastag 20 ezeresre gondoljunk, és ezt mondjuk ajándékba kaptuk, bármire költhetnénk, de ehelyett szépen kisétálok én is a teraszra, és hús kidobom az ablakon, körülbelül ezt jelenti. Hiszen ezt a mennyiséget meg lehetne spórolni, ezt a, legalább egy részét bizonyára meg lehetne spórolni, hogyha többen kerékpároznának. Még egyszer hagyom itt azért egy picit ezt az ábrát, hogy láthassuk és megjegyezhessük, hogy mennyivel jobb, hogyha kerékpározunk. Arról nem is beszélve, hogy a kerékpár, ezt már Áron diáiból is láthattuk, egy mindenki számára elérhető eszköz. Ugye, aki figyelt, az láthatta, hogy a magyar lakosság 3/4-ének van elérhető kerékpára közelében, és ez a társadalmi mobilitást és egyenlőséget is segíti. Arról nem beszélve, hogy a helyigény manapság a nagyobb és kisebb településeken is egyre fontosabb. Ugye az utcákból, a házakból nem tudunk elvenni teret, ez egy kötött fizikai tér, amiben osztozkodnunk kell, egyre növekvő ember mennyiség és egyre növekvő jármű mennyiség. A jobb oldali képen jól látható, hogy egy autó helyére akár 10 kerékpár is lelakhatóható biztonságosan. Tehát még egy érv amellett, hogy miért jó a környezetünknek a kerékpározás. Még nagyon-nagyon sokáig sorolhatnám természetesen ezeket a környezeti előnyöket, de ehelyett térjünk át talán az egyéni előnyökre, hiszen ezt írták a legtöbben ebben a mentiméteres feladatban, hogy egészséges. Próbáljuk meg ezt is számszerűsíteni. Az eddigi legnagyobb és legátfogóbb kutatást azt a brit tudósok végezték, 2017-ben fejeződött be egy 5 éves kutatás, amelynek során 5 évig követtek majdnem 4/4 millió embert, több mint 4/4 millió embert, és azt figyelték, hogy a különböző közlekedési módot használó gyaloglást, kerékpározást, tömegközlekedést vagy autót használó emberek között a különféle betegségek milyen gyakorisággal fordulnak elő, és összehasonlították ezt a kontrollcsoport a társadalom átlagával, és ahogy a dián is látható, közel 50%-kal csökken a szív- és érrendszeri betegek kialakulásának, illetve az ezekben való elhalálozásnak a lehetősége és kockázata, és közel ugyanekkora mértékben a daganatos betegségeknek a kockázata. Ugye ez a két szó, ezt szerintem mi Magyarországon elég jól ismerjük, hiszen ez a kettő elsődleges halálok Magyarországon is. Számomra azért, amikor ezt a tanulmányt annó először olvastam, akkor eléggé sokkoló volt, hogy ekkora mértékű lehet a különbség, hogyha valaki kerékpárral jár általában azokkal szemben, aki mondjuk inkább autót használ. Hoppá, egy picit az én laptopom most halódik, ezt mindjárt orvosolni megpróbálom. Remélem önöknél nem ugrál a kép. Meg tudja valaki erősíteni, hogy nem ugrál a kép? Nem ugrál, a pezit látjuk, akkor meg a mentimétert. Meg a mentimétert, jó. Mentiméter szlájdjait. Most talán a... Na, akkor mindjárt megpróbáljuk. De bezárult a kezi.
Bezárult a prezi, mindjárt segítünk ezen. Elnézést. Az online workshopok előnye, hogy könnyen lehet messze lévő emberekkel együtt dolgozni. Hátránya pedig, hogy... Visszatértünk a prezihez? Nem, ez még a Mentimeter, miért jó kerékpározni slide válaszokkal. Jó, akkor csinálok egy new share-t, és ezt fogom megosztani. Talán most már jó lesz. Jó, itt egy prezi, főcím, 37-es slide, British Medical Journal-t látjuk. Így van, oké. Okay. Másoknál is ez van-e, itt a kerékpáros klub irodában ez látszik. Tehát a brit tudósok kimutatás, ugye? Igen. Rendben, szuper. Akkor innen folytatjuk. Tehát ott tartottunk, hogy ezek az elsődleges halálokok, és ha már itt a Mentimeter befigyelt egy párszor, akkor nézzük meg azt, hogy ismét egy kis aktivitásra kérném a résztvevőket. Azt nagyon jól tudjuk, hogy egészséges a kerékpározás, sőt, hát a fitségünkhöz hozzájárulhat. Arra kérnék mindenkit, hogy tekerjen vissza a chat ablakban megnyitott fülre, ez a Mentimeteres linkre, és próbálja meg ezen a mentis linken megválaszolni a következő kérdést, hogy átlagosan hány kilogrammot fogynak a munkába kerékpározó, legalább 30 percet kerékpározó egy év alatt, az első év alatt. Tehát, hogyha valaki most váltana, mondjuk autóról bringára, akkor mekkora fogyással bírhat? Lehet tippelni. Várunk egy kicsit, tehát a chat ablakban, a Zoom-nak a chat ablakjában látható linkre klikkeljenek, és meg lehet adni a válaszokat, mindjárt meglátjuk, hogy milyen válasz lehetőségek vannak. És közben, aki már szavazott, az visszatérhet a prezibe. És mindjárt látható, hogy a többiek vajon milyen válaszokat adtak. Itt vannak a válaszok. Egy ember találta el, ugyanis meglepő módon 7 kg-ot lehet fogyni egy angol kimutatás szerint, hogyha valaki kerékpárral jár munkába egy év alatt, és ugye azt sem kell hangsúlyozni, ezt is nagyon sokan tudják, hogy miért fontos ez nekünk magyaroknak. Adok egy kis időt, hogy megkeressük Magyarországot ezen a elhízottsági ranglétrán. Segítek, nem alulról kell keresni az országunkat, hanem világszinten bizony dobogós helyen. Az Európai Unióban az utóbbi szerintem 2 évtizedben a top 3-ban voltunk. Mindig néha vezettünk, néha másodikok, néha harmadikok voltunk. Ez nem túl jó. Úgyhogy gratulálok mindenki, vagy annak a résztvevőnek, akinek sikerült eltalálnia, hogy egy év alatt akár 7 kilót is tudunk fogyni. Továbbra is ezt is nagyon sokáig tudnám még részletezni, hogy milyen előnyökkel jár az egyén számára, hogyha kerékpározunk, de idő hiányában térjünk talán át egy sokkal izgalmasabb részre, hogy a munkáltató számára, az intézmények számára milyen előnyökkel járhat a kerékpározás. Ha már itten bele aktivizáltuk magunkat ebbe a mentibe, akkor arra kérnék mindenkit, hogy most arra asszociáljon, hogy mitől jó önök számára egy munkahely. Következő tehát az, hogy egy szabad asszociációs játék, ne letévesszen meg mindenki, vagy senkit a kép, amit látunk, egy kerékpáros van ebben a munkahelyben, úgy általában írjuk be, hogy mitől jó önök számára egy munkahely. Jó, lehet bátran tippelgetni, vagy válaszokat adni, és én próbálom közben azt is megmutatni, hogy milyen válaszokat adnak. Tehát a Zoom chatre klikkelve elvileg meg fognak jelenni
a válaszok így van, remélem látható. Elhelyezkedése fontos. Szerintem még nem írták eddig, és ez egy tök jó gondolat. Közösség, a fizetés, jó csapat, ugye a fizetése szinonima jó pénz, értelmes munka. Még egy picit várok. Ismét jó csapat. Jó. Jegyezzük meg ezeket a szavakat. Vajon tudunk-e ezekre reagálni, vagy tud-e ebben segíteni a kerékpározás? Elérhet-e jobb közösséget, akár jó fizetést, vagy éppen költségcsökkentést a cégek számára, hogyha többen kerékpároznak? Visszatérünk akkor a prezire. Az, hogy tehát a munkavállalók, ezt szerintem sokan tudják, hogy azokon a helyeken teljesítenek a legjobban, ahol képesek értelmes munkát, jó fizetését, jó hangulatban végezni. Ahogy a dián is látszik, a hazai vállalatvezetők számára a munkaerő hiány a legnagyobb probléma, a növekedés legfőbb akadálya, vagyis egyrészt megtalálni azokat, akik a leendő munkavállalóik lehetnek, másrészt pedig megtartani ezeket. Az, hogy jó kafetéria rendszerre rendelkezik talán egy cég, hogy akár jó az elhelyezkedése, ez nem biztos, hogy elegendő manapság. Nem elég kellően innovatív egy cég ahhoz manapság, hogyha nem foglalkozik a munkavállalóinak a jó létével, hogyha ezekkel nem foglalkozik eleget, akkor valószínűleg nem lesz képes megtartani a munkahelyén. Ezt nevezzük employer brandingnek, azaz munkáltatói márkaépítésnek. Egy 2015-ös Randstad kimutatás szerint azok a cégek, amelyek az őszinte és hiteles munkavállalói hozzájárulása boldogan tudják tartani a munkavállalóikat, azok bizony 10%-os bérköltség csökkentést és majdnem egyharmaddal kevesebb fluktuációt tudnak produkálni, sőt, egy pozíciónak a feltöltésének a költsége is csökkent. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egy elégedett munkavállaló az valószínűleg egy elégedett ügyfelet is jelent, ami végső soron jól menő vállalatot, ez egy része a képnek, emellett bizony kimutatható költségeket is tud csökkenteni, hogyha jól érzik magukat a munkavállalók egy adott munkahelyen. Ezt is írták sokan egyébként a jó munkahely jellemzőihez, ugye a jó csapatot, a jó hangulatot. Vajon a kerékpár tud-e ebben nekünk segíteni? Nyilván nem árulok el nagy titkot, hogyha a munkavállalói oldalon nézzük meg ezeket a dolgokat, akkor egy kanadai felmérés, egy 2016-os felmérés során azt tudták megvizsgálni a kutatók, hogy akik különböző közlekedési eszközökkel érkeznek a munkahelyükre, kerékpárral, tömegközlekedéssel, vagy éppen autóval, különböző stressz szinteket produkáltak a beérkezést követő fél órán, 3-4 órán belül. Felvettek egy tesztet velük, és nem meglepő módon azoknak a stressz szintje volt a legalacsonyabb, azok voltak a legjókedvűbbek, akik kerékpárral érkeztek. És nyilván, akinek jó hangulata van reggel, az valószínűleg meghatározza a nap későbbi szakaszában elvégzett munka odafigyelésének a szintjét is. Úgyhogy, ha valaki kerékpárral érkezik, jobb hangulata lesz, a jó hangulatú munkavállaló pedig igazán pénzt tud spórolni egy cég számára. Hogyha viszont a másik oldalról nézzük meg, a munkáltató oldaláról azt tudjuk a kerékpározással kapcsolatban elmondani, hogy bizony elég sok minden területet le tud fedni a kerékpározás. Egy cégnek rengeteg szegmensébe beilleszthető a kerékpár. Legyen szó marketingről,
fenntarthatósági programokról, vagy CSR-ról, társadalmi felelősségvállalási programokról, csapatépítésről és különféle rendezvényekről nem is beszélve, hogy a családi napokat lehet szervezni akár iskolákban, önkormányzatoknál, vagy éppen cégeknél, és ezekben mind-mind tökéletesen belepasszol a kerékpár. Ha megnézzük a világon, milyen attitűddel állnak az emberek a fenntarthatósághoz, például a környezettudatossághoz, akkor azt láthatjuk, hogy egyre fontosabb olyan cégektől vagy intézményektől vásárolni, vagy olyan cégekkel partneri kapcsolatban lenni, akik odafigyelnek a fenntarthatóságra, akik a környezetvédelmet előtérben helyezik, és ahogy kijelöltem, talán kevésbé látszik kék színnel, a munka, a vevők, a vásárlók közel 30%-ának az is fontos, hogy hogyan közlekedik, mennyire fenntartható módon közlekedik. Ugye ez egy nemzetközi felmérés, Magyarországon is voltak ebben a felmérésben válaszadók, de külön magyarországi felmérések is léteznek, és azok nagyjából paralel mutatnak, tehát hasonló számokat mutatnak. A magyar vevők és vásárlók számára is nagyon-nagyon fontos az, hogy mennyire fenntartható egy adott cég, akitől a termékeiket vásárolják. Az egészségre tett hatásról már egyrészt az egyén szempontjából beszéltünk, másrészt sokan írták is ezt a kerékpározással kapcsolatban. Talán viszont kevesen tudják, hogy a munkáltató oldaláról ez hogyan csapódik le. Egy kimutatás szerint átlagosan 1,3 nappal kevesebbet betegek azok, akik kerékpárra járnak munkába. Ugye ez egy nagyon pici számnak tűnik éves szinten, egy nappal kevesebbet lenni, de hogyha valaki intézményi szinten vagy céges HR szinten belegondol, mondjuk egy 100 fős cég esetén, ez 130 betegszabadsággal töltött nappal kevesebbet jelent, azért az már sokkal nagyobb pénzeket tud spórolni a cégek számára. És ugye beszéltünk, Zoltán is beszélt arról, hogy mennyire fontos kialakítani a környező településekkel a kerékpáros összetételeket, vagy összekötetéseket. Nem tudom, hogy abba belegondoltak-e, vagy tudják-e, hogy a kollégáik, beosztottjaik, munkavállalóik honnan járnak dolgozni az iskolájukba, az intézményükbe, vagy akár a cégükhöz. Nagyon fontos az, hogy a kerékpárral gyorsan, hatékonyan el lehet jutni A-ból B-be, és erre jön ez a következő dia, ami azt mutatja, hogy a gyaloglással szemben szinte 20-30-szoros területnövekedés, tehát azt a lefedett területet, amit be tudunk járni mondjuk 10 perc alatt, megnöveli, hogyha kerékpárra, főleg, hogyha elektromos kerékpárra jár az ember. Ezt Miskolcra tekintve következőképpen tudjuk ábrázolni. A Hősök teréről indulva, mondjuk a belvárosból, szinte az egyetem városig kényelmesen el lehet jutni a kerékpárral 10 perc alatt. Hogyha 15 percet állítanék be ezen az applikáción, ami egyébként a kerékpáros klubnak a bringáza munkába elsődleges applikáció szokott lenni, ami tudják regisztrálni a résztvevők, hogy mennyit és milyen gyakran kerékpároznak. Tehát ha 15 percet állítottam volna be, akkor bizony a belvárosból az egyetemig is el lehet jutni. Ez azért eléggé jó arány, nem tudom, hogy tényleg a forgalmi helyzet aktuálisan Miskolcon milyen, de elképzelhető, hogy nem 10 perc átjutni a városon autóval. És végül, de nem utolsó sorban az anyagi előnyeiről is beszélhetünk egy munkáltató számára. Áron már említette, hogy volt elektromos kerékpár támogatás állami szinten, jövőre indul teherkerékpár támogatás cégek számára, és rebesgetik azt, hogy a kafetériában is változások lesznek, és elszámolhatóvá teszik könnyebben a cégek számára a kerékpáros vagy a kerékpárvásárlást. Egyelőre 2020-ban többféle módon lehet egy cég vagy intézmény számára kerékpárt vásárolni a munkavállalók számára. Itt aki könyvelő valószínűleg sokkal jobban ért és érti ezeket a szakszavakat, ugye nem mindegy, hogy béren kívüli juttatásként vagy költségként számoljuk el, amortizálódik-e vagy sem, minden esetre van rá lehetőség, és 200 000 forintig
biztosan jól jár akár egy cég, hogyha egy kerékpárt vásárol, már pedig 200 ezer forintos kerékpár, az már egy elég jó belépőszintű kerékpár tud lenni. Még nagyon sokáig tudnék erről is beszélni, hogy egy munkáltató cég számára milyen előnyökkel járhat még a kerékpár, de nézzünk egy példát, egy helyi példát Miskolc környékéről, egész pontosan Miskolcról, a Könyves Kálmán Általános Iskolából. Szeretném felkérni Radvány Árpádot, az igazgatót, az iskola igazgatóját, hogy néhány mondatban mutassa be, hogy milyen kerékpáros fejlesztéseik, milyen attitűdjük van a kerékpározással kapcsolatban az iskolájukban. Árpád, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, és köszöntök mindenkit. Már az is megtisztelő, hogy egy ilyen fórumon megoszthatom a tapasztalatainkat, viszont azt hozzá kell tennem, hogy ez nem egy tudatosan kezdődő programként indult el nálunk. Ez ösztönszerű volt, nagyon sok kolléga teker és jár nap mint nap ma is dolgozni, de ennek az infrastruktúráját ki kellett alakítani. Hát azzal kezdtük mi is, hogy iskola mellé valahová letettük a bringát, aztán vagy eltűnt, vagy hiányoztak róla dolgok, majd hozzáláttunk egy saját innovációhoz. Sajnos mi semmiféle fenntartói támogatást ezekhez nem kapunk. Tudom, hogy most már pályázhatnánk, de amikor mi elkezdtük, akkor egy úgymond haszontalan, betonozott teret próbáltunk találni az iskola bejáratánál, és ide készült egy ma is használt, zárt kerékpártároló. Első számú célunk az volt, hogy példát mutassunk. Hála Istennek a gyerekek nagyon fogékonyak, és a jó példa az nálunk mindig fogékony. Könnyű dolgunk van, mert kertvárosi iskoláról beszélek, és ugye két intézményről, mert integrálva azért közel 800 gyereket okít a Könyves és a Kafka együtt, és a példa valóban a Könyvesből indult, de ragadósá vált a testvériskolánk számára is. Igen, szemléletformálás és tudatos nevelő munkával párosult ez. Ez egy logó, amit büszkén mondhatom, hogy megosztottunk a Kerékpáros Miskolci Egyesülettel is, és egy közösen szervezett programnak lett a logója. Igen, ezt úgy kezdtük, hogy TESU, tehát Tekerj a Suliba program. Nagyon könnyen indult, és nagyon könnyű is volt szervezni. Kezdetben még szülői engedélyhez kötöttük ezeket az iskolába járós lehetőségeket. Ma már ez nem elképzelhető, hiszen a szülő, hogyha engedi a gyermekét, sőt, kíséri a gyermekét az iskolába, ez is egy nagyon fontos példa, együtt tekernek már be a suliba, és onnan a szülő megy tovább. Ezeket ma már nem tartom én fontosnak. Ha a szülő ránk bízza a gyereket napközben, akkor ezt a lehetőséget ő nyugodtan el tudja dönteni, mert nem engedélyköteles ez a forma. Fontos az, hogy ökoiskola vagyunk, és a fenntarthatóság is egy szempont volt, és az, hogy meg tudunk napi szinten, hát én nem vagyok annyira büszke, mint a cégek, ahol gondolom ez már sokkal tudatosabban megy, mi általában 8-10%-on mozgunk, tehát ennyi kerékpár és ennyi roller van napi szinten a tárolóba, de azt mondom, hogy ez nem rossz. Tehát, hogyha már 30 gyerek így mobilisan közlekedik, és ezt a mintát követi, az nem rossz. Ott vagyunk minden megmozduláson, ott vagyunk minden olyan térben, ahol tekerni lehet, és közel 200 gyerekkel tudunk akár egy ilyen Diósgyőrben lebonyolított programon is részt venni. Én nagyon sokat köszönhetek nem csak a szakmai háttér és az információ hordozók megismerésében a Kerékpáros Miskolc Egyesületnek, és itt Zoli nyugodtan büszkén mondom, hogy ez a partneri kapcsolat, amit évek óta ápolunk, ez gyümölcsöző, de hála Istennek szülői támogatással is megvettek, és le tudtuk zárni az iskola előtti nagyon forgalmas, átmenő pici kis útszakaszunkat. Ez is mondjuk megkönnyíti, hogy kizártuk az autós forgalmat az iskola előtt a kerékpárral való közlekedést. Minta és mintamutatás volt az első cél, de az egészséges életmódra, a fenntarthatóságra, a közlekedés biztonságra is nagyon sok szerepet szánunk, oktatjuk a kerékpáros ismereteket, belevesszük a napi rutinba, és a gyerekeink talán tudatos felnőtté válnak. Ez egy érdekes kép, ez egy külső program, és amire talán szintén büszkék lehetünk, hogy az Egyesülettől kapott hordó kerékpár, talán ha jól tudom, és nem mondok hülyeséget, Zoli, a holland nagykövet, kerékpáros nagykövet ajándéka volt, ezt birtokoljuk, megkapjuk,
Ez a kép azért is fontos, mert van kerekesszékes gyerekünk, és büszkén mondhatom, hogy a kerekesszékes gyereket ebben tekerve egy ilyen külső programot, az esélyegyenlőség, az integrált nevelés összes célját, ez a hordozó kerékpár, ez nagyon jól képviseli. Valamint egy nagyon szép dekorációs eszköz is az aulában. Volt már rá példa, hogy ez a kerékpár adta egy október 23-ai installáció egyik elemét az aulában egy emlékfa mellett, tehát tényleg minden téren kihasználható ez az ajándék. És fontos az, hogy ott vagyunk, és nem csak egészséges perceket töltünk ezzel a programmal, hanem vannak saját innovációk. Ez szintén egy közösen szervezett program a fenntarthatóság jegyében, egy rajzpályázat, a gyerekek a vágyaikat rajzolták meg, a város kerékpáros életét tervezték, és szösszenetként talán egy záródiában ott van egy könyveses rajz is majd, ahol az egyik tanítványunk fogalmazta meg a könyves előtti vágyait. Igen, ez fontos, hogy egy iskola, főként egy neveléssel foglalkozó iskola egy ilyen programot támogasson, és a gyerekeit szerintem ilyen formában egészséges felnőttekké nevelje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm a lehetőséget. Köszönöm én is, igen, azt a rajz sajnos kimaradt, de... Nem baj, de ott volt, én tudom, hogy ott van, és láthatják bármikor. Köszönöm. Igen, majd így van, és majd megpróbáljuk beletenni abba a prezibe, amit akkor elküldünk, ott lesz a záróképként ez a tényleg aranyos rajz mindenféle egyéni mobilitási eszközzel. Legalább lesz miért újra nézni azoknak, akik most részt vettek a workshopon, a prezit. És ha már intézményeknél tartunk, akkor egy másik intézmény részéről, a Miskolci önkormányzattól Fodor Attilát szeretném még fölkérni, hogy néhány mondatban reagáljon az eddig elhangzottakra, illetve mutassa be a miskolci kerékpározás lehetőségeit, eredményeit, esetleg céljait az önkormányzat szeméből, szemszögéből. Először is köszönöm szépen, hogy közútkezelő, illetve üzemeltető oldalról is részt vehetünk egy ilyen fórumban. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy soha ne az egyik oldal legyen csak meghallgattatva, hanem nyilván a másik oldal is, és ezt még egyszer én külön köszönöm, hogy lehetünk. Előjáróban annyit hagyd mondjak már el, hogy a Kerékpáros Miskolc Egyesülettel kifejezetten gyümölcsöző és jó kapcsolatot ápol a miskolci polgármesteri hivatal. Gyakorlatilag Zoli barátomékkal napi szinten beszélgetünk, akár telefonon, akár személyesen, amikor problémák merülnek fel egy-egy üzemeltetés során, akkor azt próbáljuk átbeszélni. Nem mondom, hogy mindig közösek azok a szempontok, amik alapján mi vizsgálunk egy-egy ilyen problémát, de azért az esetek nagy részében sikerül konszenzusra jutni. Néhány technikai adat, mielőtt még elkezdeném a tulajdonképpeni megkeresés alapján, amit szeretnék én elmondani. Miskolcnak nagyjából 16 km hosszúságú kerékpárútja van. Tulajdonképpen ennek a nagy része elválasztott, vagy elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút, ez valamivel több mint 9 km, a maradék az önálló kerékpárút, illetve kerékpársávként osztik meg, de nem álltunk meg itt ebben a nagyjából 16 km-ben. Rengeteg fejlesztésünk van, erről még szeretnék majd a későbbiekben egy pár szót szólni. Itt a beszélgetésünk elején szóba került a vírus, a pandémia időszak, és ugye egy nyitott kérdés maradt, hogy mennyiben befolyásolta ez a miskolci közlekedőket, mennyiben befolyásolta ez a közlekedési szokásokat. Nyilván a home office, illetve az otthoni tanulás intézménye az jelentősen csökkentett a közúti forgalmat is, mint olyat, és egy magam által is tapasztalt, és nyilván magam is résztvevőjeként tapasztalt jelenséget észleltünk még hozzá azt, hogy rengetegen vették elő a kerékpárt. Ennek én úgy gondolom, hogy van egy olyan oka,
egy egészségvédelmi oka, hiszen mindenki úgy gondolta, hogy kerékpározás közben egyedül van megfelelő távolság tartásával, nyilván nem fogja tudni elkapni a vírust, de volt egy olyan oka is, hogy gyakorlatilag a testmozgások nagyon lekorlátozottak. Tehát bezártak az edzőtermek, nem volt lehetőség különböző olyan tornatermek, mozgás lehetőségek igénybevételére, amik eddig szervezetten történtek zárt helyeken tulajdonképpen, ugye ezt tudjuk nagyon jó, hogy ilyen aerobik központokat és egyéb edzőtermeket azért előszeretettel látogatunk. Viszont maradt két nagyon egyszerű alternatíva, az egyik a futás, a másik pedig a kerékpározás. Nem, tényleg rengetegen, tehát érezhetően jóval többen kerékpároztak, említettem jó magam is ebben az időszakban, mint ahogy általában szoktak. És nekem az az érzésem, ahogy járok felek a városban, hogy ez a szokás azért ez nem halt el teljesen. Tehát azóta az időszak óta több kerékpárossal találkozunk. Nem csak a kerékpárutakon, hanem Miskolc egyéb útján is, mert Miskolc egy eléggé speciális város és eléggé speciális földrajzi helyzete is van. Ahogy Zoli is említette már, az Avas hegyével, idézőjelbe vett az Avas hegyével, illetve a környező bükkhegységekkel, hogy a kerékpárosok számára azért nagyon sok alternatívát és lehetőséget kínáljunk, illetve nincs kerékpáros kívülte Miskolc egyetlen utcájáról sem. Azért ezt is nagyon fontos tudni, hogy felnőttként kezeljük a kerékpárosokat, tehát úgy gondoljuk, hogy mindenkinek megvan az a egyéni igazából önismerete, hogy tudja, hogy mire képes, hol, milyen forgalmi körülmények között tud kerékpárral közlekedni. Volt mostanában egy sajnálatos esetünk, de igazából nem túl jellemző az, hogy nagyon sok kerékpáros baleset lenne Miskolcon, és nagyon remélem, hogy ez így is fog maradni. Zoli beszélt arról, hogy a cél lehet az, hogy a Miskolcról a környező településeket kerékpáron elérjük. Nyilván összevág tulajdonképpen ez az elképzelés az önkormányzatunk elképzeléseivel is. Gyakorlatilag már épül, illetve már lehívott pályázatunk van. Ezzel kapcsolatban megcéloztuk máit, már elkészült egy kerékpárút, illetve Lilafüred irányába is, de az már inkább turisztikai jellegű kerékpárutak közé sorolható, illetve hát Kisgyőr, ami egy lombos, már a Bükk-hegységben található, tehát egy hegyesebb, kihívásokkal telibb kerékpárútvonal lesz, de Kisgyőrt is megcéloztuk, mint lehetséges alternatívát. Gondoltam erre is már gyakorlatilag az engedélyezési fázisban van a projektnek a kiépítettsége. Tankönyvek szerint kétfelé lehet osztani a kerékpáros forgalmat. Egy szabadidős turisztikai jellegű kerékpározásra, illetve egy hivatás forgalmi kerékpározásra. Ugye a turisztikai látnivalók irányába komoly célunk az, hogy eljutható legyen önálló kerékpárúton, vagy valamilyen kerékpáros létesítményen keresztül az, aki úgy gondolja, hogy így szeretné ezeket megközelíteni. Miskolc Tapolcára szintén van egy lehívott pályázatunk Tapolca megközelítésére. Lülöföldről már beszéltem, ugye nyilván ez is egy élő pályázat, tehát ön is már a megvalósítási szakaszában van, illetve Hádiós György már el tudjuk érni kerékpáron, tehát ez már egy meglévő kerékpáros út, illetve nyomvonalon történik. A hivatásforgalom az igazából nálunk Miskolcon az elhelyezkedésünkből is adódóan két irányra bontható, az északi, illetve egy déli ipari park irányába. Az északi ipari park nagyjából, hogy el tudjam helyezni a térképen, ez a Miskolc és Máj közötti szakaszon terül el.
ide, és innen is indul ki tulajdonképpen jó néhány kerékpárutunk, de az egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb miskolci dolgozói létszámmal rendelkező Bosch cégcsoport felé is van kerékpárutunk. Tulajdonképpen ez nem olyan túl régen, nagyjából egy éve készült el a műszaki átadása és a mostanában a közlekedési hatóság fel is mostanában valósult meg ez az úgynevezett Katalin Bosch kerékpárút. Ő az, ami tulajdonképpen teljes egészében a hivatásforgalmat kell, hogy kiszolgálja, és ugye ennek a nyomvonala ez nagyjából ennek a követelménynek is felel meg. Én azt üdvözlöm, és gyakorlatilag kevesen tudják, hogy az OTÉK, nem tudom az OTÉK az mennyire ismert, az országos település rendezési és építészeti követelményeket összefoglaló kormányrendelet. Ő rendelkezik arról, hogy munkáltatóknak, intézményeknek, oktatási intézményeknek, cégeknek, gyakorlatilag az élet minden területének rendelkeznie kell kerékpártárolóval. És az utóbbi időben már mi tudjuk ezt az új építéseknél befolyásolni, gyakorlatilag ezt úgy tesszük meg, hogy az különböző engedélyeket, használatba vétel engedélyeket, ezt úgy adjuk meg az intézmények, illetve ezeknek a cégeknek a részére, hogy odafigyelünk arra, hogy az említett OTÉK szerinti kerékpártárolók is kiépüljenek, illetve meglegyenek. Gyakorlatilag ez azt hiszem már az első lépése lehet annak, hogy egy felépítsünk Miskolcra. Azt látjuk, hogy ennek az igényére hatott, és nyilván az a célunk, hogy ezt meg is tegyük. Most véletlenül lenémította magát Attila, úgyhogy tegye vissza magát még mute-ról, és addig viszont még arra is szeretném kérni, hogy egy picit foglalja össze, majd kicsit legyen rövidebb a vége, hogy legyen időm még egy pár gondolatot mondani, és utána akkor a kérdések és feleleteknél lehet újra alkalom arra, hogy akár reagáljon, vagy válaszoljon a kérdésekre. Most jó, köszönöm. Lehetett a hallani, amit mondtam. Most én nem hallok semmit. Most igen, most lehet csak hallani egy percek, körülbelül nem lehetett. Nem tudom akkor, hol maradtunk le. OTÉK utáni gondolat befolyásolni, itt ugye az önkormányzat, legyenek kerékpártárolók. Igen, tehát ezt olyan szinten tudjuk befolyásolni, és számon kérjük azt, hogy megépültek-e ugye itt a rendeletnek megfelelő kerékpártárolók. Bár az az érzésem, hogy egyre több munkáltató ismeri föl, hogy a dolgozói szeretnek kerékpározni, illetve több oknál fogva is, de előszeretettel járnak kerékpárra a munkába, tehát úgy gondolom, ez mindenkinek az érdeke, hogy ez elkészüljön. Kerékpárutaknak a kivitelezésének természetesen azért, mint mindennek, vannak némi akadályai, illetve gátjai, amit le kell győznünk, tehát nyilván a kapacitásbeli problémák, illetve nagyon erős a finanszírozási probléma is ezen a téren, de a különböző pályázatoknak a figyelésével és a pályázati összegeknek a lehívásával azért ezt helyel közel lehet kezelni és mederbe terelni. Néhány elképzelést már Zoltán elmondott, de említette, és ez nekem egy roppant komoly szívügyem, hogy Miskolcon megvalósítsam a közbringa rendszert. Nyilván nem vagyunk akkora város, mint Budapest, kevesebb az igény rá, de én úgy érzem a saját magam által végzett kutatások alapján is, hogy igény az volna, ha nem is mondom még egyszer akkora, mint Budapesten, de ha máshol nem is, a turisztikai
központokban, tehát itt mondjuk a Diósgyőri vár, Tapolca, Lülefüred, ha őket említem, vagy a belváros, itt lenne létjogosultsága a közbringának, gyakorlatilag ennek az előkészítése az lassan megkezdődik, és én úgy nagyon remélem, hogy a nyári szezonra már elő tudunk állni egy ilyen lehetőséggel is Miskolcon. És akkor mielőtt befejezném, még egy érdekességet szeretnék elmondani. Fölmerült kérdésként és levegőben maradt az, hogy milyen Miskolcon a közúti forgalom. A mobilitási hetünkön minden éven egy eljutási versenyt szoktunk rendezni. Ez az eljutási verseny, ez abból áll, hogy egy adott pontról, jelesül Felső-Majlátról le a belvárosban, és a Tiszai pályaudvarra, elindítunk egy autóbuszt, egy menetrend szerinti autóbuszt, hozzáteszem, egy menetrend szerinti villamost, egy autóst és egy kerékpárost. Felteszem a költői kérdést, de szerintem mindenki tudja a választ rá, hogy ki nyeri minden évben meg ezt a versenyt, nyilvánvalóan a kerékpáros. Tehát, hogyha valaki siet Miskolcon, üljön kerékpára. Én, mint a közút kezelője, ezt nyugodtan mondhatom. Ha annyira nem, és kényelmesebben akar utazni, akkor természetesen választhatja a villamost, illetve a közösségi közlekedést. Sajnos elértük azt a szintet mi is a mobilizáció terén, hogy a gépjármű forgalom, illetve elsősorban a személygépkocsi forgalom az túlnőtte a várost, ugye ez hozza magával azokat a problémákat, amiket nekünk természetesen kezelni kell. Jó, én köszönöm szépen, még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhattam, és itt leszek én is természetesen végig, tehát hogyha ha kérdés merül fel, akkor nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, és hogyha még maradtak velünk, már pedig nagyon remélem, hogy maradtak velünk, akkor végezetül ez az utolsó része a webinárnak. Talán hasznosnak találják ezeket a tanácsokat, amiket a Magyar Kerékpáros Klub igyekszik átadni, konkrét gyakorlati tanácsokat próbálunk adni a résztvevők számára, hogy hogyan is lehet elkezdeni a kerékpározás népszerűsítését. De az első és legfontosabb része, hogy beszéljünk róla, hogy legyen látható a kerékpározás. Legyen a nyilvánosság felé is látható, akár reklámok, plakátok formájában. Másrészt befelé, intézményi szinten, iskolán belül, ahogy a Könyves Kálmán iskolán belül is, ez egy támogatott dolog, hogy megjelenjen belsős anyagokban. Ez a megjelenés lehet akár például a céges részvétel, vagy intézményi részvétel, mobilitási napokon, ahogy az önkormányzati képviselő úr is elmondta, sportnapokon, bringás reggeliket lehet szervezni, és természetesen lehet támogatni is ezeket a bringás rendezvényeket. A nagyobb cégek megtehetik, hogy akár pénzben, vagy eszközökkel tudják támogatni a bringás reggeliket, vagy felvonulásokat. A következő tanácsunk, hogy tegyük lehetővé a kerékpározást. Ezek nem nagy dolgok, például útvonalterveket lehet javasolni, főleg az olyan városokban, ahol nincs minden utcában kiépített kerékpárút, pont hogy ismerni kell, hogy hol van a főhálózat, illetve hol vannak azok a forgalomcsillapított részek Miskolcon, ahol érdemesebb vagy kellemesebb kerékpározni, és bizony, hogy ezt meg kell tervezni. Ezt egy cég is megtervezheti a munkavállalói számára, vagy igénybe venni például tapasztalt kerékpáros munkavállalók és kollégák tudását tetéren, rengeteg applikáció van erre, nagyon sokat segíthet egy kezdő kerékpáros számára, hogyha akár egy tapasztalt kollégával együtt járnak eleinte a munkába, vagy csak kap kézhez egy útvonaltervet, ami egy biztonságos, kényelmes munkába járást tesz lehetővé. Szintén a megjelent cégekkel együtt, és ha már itt van ugye az önkormányzat is, lehetővé lehet tenni a lobby tevékenységet. Tehát az, hogyha valamelyik cég szeretné, vagy akár az iskola, vagy iskolák szeretnék, hogy a környékükön mondjuk forgalomcsillapított legyen a terület, vagy
kiépüljön egy új bringaút, akkor ez közösen a kerékpáros klubban, vagy a Miskolci Kerékpáros Miskolc Egyesülettel együtt akár elérhető. Egy közösen indított, jól becsatornázott, egyértelmű javaslat valószínűleg könnyebben átmegy a tervezés és jóváhagyási folyamatokon, mint hogyha külön-külön próbálkoznának az intézmények. Lehet természetesen támogatni a lehetővététel során azt, hogy többen kerékpározzak eszközbeszerzéssel. Ugye már arról beszéltünk, hogy lehet kerékpárokat vásárolni, de nem csak vásárlás létezik, hanem akár leasingelni is lehet kölcsönözni hosszú távon ezeket a kerékpárokat. Szervizszolgáltatásokat lehet például támogatni, és ne feledkezzünk el arról, hogy főleg az északi középhegység területein, a Bükkben az elektromos kerékpárok is elég jól jöhetnek, akár céges szinten is. Nem csak ajándékba lehet kapni, hanem be is lehet szerezni akár egyet. És az, hogy mekkora beruházásokról van szó, ezt általában túlértékelik a cégvezetők, kicsiben érdemes kezdeni. Kezdjük azzal, hogy a motiváció az, hogy megjelenjen a kerékpározás, az nem kerül pénzbe. Egy jó plakát kihelyezése is minimális költség, de hogy a jobb oldalon látszik ezen a képen a kerékpár támaszok kihelyezése, számszerűsíthető adat, hogy egy körülbelül 5 állásos, azaz 10 kerékpár tárolására alkalmas kerékpár támasz kihelyezéssel együtt és anyagköltségben körülbelül 150 000 forintba kerül, és ezzel azért évekre megoldható, tehát 10 kollégának a biztonságos parkolása. Itt kanyarodok arra vissza, hogy ahogy az igazgató úr is elmondta, és Zoltán is, a megfelelő minőségű kerékpártámaszok nagyon fontosak. Ebben a Magyar Kerékpáros Klub is tud, illetve a Kerékpáros Miskolc Egyesület is tud tanácsot adni azok számára, akik gondolkodnak ez egy ilyen beruházáson. Nincs annál rosszabb, hogyha egy olyan jó szívvel és jó ötlettel elindult kezdeményezés a minőség miatt nem lesz használva az emberek által. Olybá tűnhet, mintha valójában nem lenne igény például a kerékpártámaszokra, pedig lehet, hogy csak éppen arról van szó, hogy nem megfelelő minőségek. További lehetőségeket soroltam még föl, vagy soroltunk még föl ezen a dián. Ezek is tényleg minimális belépési költségekkel járnak. Mindenki elgondolkodhat, hogy a saját környezetében a cégeihez milyen beruházás passzol a leginkább. És hát a példamutatás, az, hogy talán az igazgató úr is, de ezt csak feltételezem, sokszor vagy gyakran látható kerékpáron, ez azért elég jól mutat a diákok és a szülők számára, és a személyes példamutatás pedig vállalatok számára, nem csak az ügyfeleik, de más vállalatok számára is jól mutathat. Manapság szerintem nem leasing autóval lehet kitűnni a cégek során, hanem például egy leasing kerékpárral, vagy azzal, hogyha a cégvezető kerékpárral jár. A példamutatás egyik eszköze, gyakorlati eszköze lehet például a Kerékpáros Klubnak a kisokosa. Ez egy füzetszerű kiadvány, ami céges vagy önkormányzati szponzorációval szokott gyakran megjelenni, és hasznos kezdők számára hasznos kerékpáros tanácsokat lehet benne találni, és általában a két középső oldal például egy miskolci térképet, vagy a miskolci kerékpáros infrastruktúrákat ábrázolhatja, vagy akár a mobilitási nap és az önkormányzat kerékpáros agendáját, vagy naptárját is tartalmazhatja. És már többször elhangzott, és ezzel zárom majd az előadásomat, hogy a Kerékpáros Klub és a Kerékpáros Miskolc Egyesület elérhető tanácsadásra, műszaki kommunikációs tanácsadásra. Zoltán ebben tényleg expert, hogy a kommunikáció mennyire fontos, hiszen ő is említette, az egyik pillére volt a kerékpározás népszerűsítésének. Ezeken a fórumokon összehozhatóak az önkormányzatok, a civil szervezetek és a cégek, és természetesen javaslatokat is véleményezhet mindkét szervezet, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy bátran lépjenek kapcsolatba, és vegyék fel a kapcsolatot a Kerékpáros Miskolc Egyesülettel, vagy a Magyar Kerékpáros Klubbal. Én nagyon szépen köszönöm az eddigi figyelmet. Most jönne tehát a kérdés-felelet rész. Én várom szívesen, akár a chatbe is be lehet írni
a felmerül az eddig felmerülő kérdéseket, de talán jobb, hogyha élő szóban föltesszük egymásnak. Lehet tőlünk is kérdezni, az előadóktól is kérdezni, igyekszünk megválaszolni ezeket. A bátortalanságot, vagy a kezdeti csendet talán én megmerem törni azzal, hogy Fodor Attilától, vagy talán Kunhalmi Zoltántól kérdezem, lenne két kérdésem. Ugye elhangzott, hogy 16 km bringa út van eddig Miskolcon. Ehhez képest a már jóvá hagyott, vagy már nagyon alakulóban lévő bringa útak hossza az körülbelül mennyi lenne? Ez az egyik kérdés. Illetve hogy viszonyul ez a miskolci közúthálózathoz? Van-e arra szám, hogy hány 100 kilométer úthálózat van Miskolcon? Csak így helyre tudjuk, vagy én helyre tudjam tenni, hogy a 16 az körülbelül mennyi? Zoli hallgat, akkor én válaszok. Tehát igazából most itt fejben megmondom őszintén, nincs meg nekem a teljes úthálózatnak a hossza, de a meglévő kerékpár úthálózat ehhez képest azért töredék, és nyilván ugye ez a kerékpár úthálózat, ahogy mondtam is, ez nagyjából három részből áll össze, de én azt hiszem, hogy ez körülbelül mindenhol így van. Biztos, hogy duplikálunk. Tehát a 16 kilométerhez képest még körülbelül ez a 16 kilométer, ami csak a közigazgatási határon belül tervezett, ez hozzá fog jönni. És szeretném még egyszer kihangsúlyozni azt, hogy Miskolcon a kerékpárosok nincsenek sehonnan sem kitiltva. Tehát nálunk azért bárhová tulajdonképpen, amit önállónak lesz, nem tiltod, be tud menni a kerékpáros. Gyakorlatilag még a sétáló utcánkon is lehet kerékpározni a vágányzónában. Tehát a villam, ugye a kerék, nem tudom, ki mennyire ismeri Miskolcot, tehát a Széchenyi utca az egy hosszú-hosszú sétáló utca, ami Miskolcnak tulajdonképpen a vérkeringés, illetve Miskolcnak a szíve. Itt közúti forgalom nincs. Hát ez egy klasszikus üzletekkel, vendéglátóhelységekkel, kitelepült teraszokkal színezett sétáló tér. Gyakorlatilag egy ilyen utca, de térjellegű utca, amit kereszt ez a hosszában kereszt, tehát gyakorlatilag hosszában végigfut rajta a villamos forgalom is. Viszont a kerékpárosok ebből a zónából sincsenek kitöltve, sőt kifejezetten táblán jelzi, hogy ide be lehet menni. Nyilván maga veszélyével, de például tábla jelzi azt is, hogy a villamosinnek a nyomvájúja az meg tudja fogni a kerékpárnak a kerekét, tehát az egy balesetveszélyes, ez kereszteződésenként ki van téve egy ilyen figyelemfelhívó tábla. Nyilván azzal együtt, hogy itt egy roppant csendes Skoda villamos is működik, közlekedik a városban. Érdekes módon, nem érdekes módon, nem is tudom, szerintem nem feltétlenül hozza ez magával. Én nem emlékszem olyanra, hogy kerékpáros és villamos konfliktus történt volna ebben az időszakban. Én nagyon sokáig balesetvizsgálóként működtem a városi közlekedésnél, és gyakorlatilag az utolsó 21-néhány évben, ha ilyen jellegű probléma lett volna, azért ezt valószínűleg ismerném és tudnám. Mondom, én nem emlékszem rá, hogy volt ilyen, Zoli, hogyha itt vagy és hallod, és te emlékszel ilyenre, akkor cáfolj meg. Itt vagyok. Annyival talán kiegészítenélek, hogyha megengedett, hogy akkor már válaszoljuk meg Jánosnak a kérdést, hogy egy olyan 500-550 kilométernyi a városút hálózata, ehhez aránylik a 16 kilométer dedikált kerékpáros létesítmény, de ahogy az én prezentációmban is benne volt, igazából elkülönített a gépjárműforgalomtól elkülönített kerékpáros utakra
valójában csak a gerinchálózaton, a főhálózaton van szükség. Ugye az úthálózatnak a nagy részét azt a lakóutcák teszik ki. A lakóutcákban Hollandiában sincs elválasztva a gépjármű forgalom meg a kerékpárforgalom, viszont a lakóutcáknak a kialakítása olyan, hogy valóban, tehát nem azért, mert ott van egy 30-as tábla, hanem eleve az utca kialakításából adódóan, ott tényleg lassan mennek az autók, és onnantól, hogyha megszűnik a sebesség különbség a kerékpárok meg az autók között, akkor már nagyon szépen és nagyon békésen összefér a kettő. Tehát amikor azt összehasonlítjuk a két számot, ugye a kerékpárutaknak meg a teljes úthálózatnak a hosszát, akkor nyilván ezt is látni kell, azzal hozzátéve, hogy viszont ezeket az utakat tényleg olyan állapotba kell hozni, hogy valóban biztonságos legyen. Itt a főhálózatnál, ami jelenleg a mi szempontunk szerint még javítandó lenne, az egyrészt a meglévő főhálózati elemeknek a minősége, másrészt meg azok a kapcsolatok, amikről Attila, te is beszéltél, hogy napirenden van, hogy ugye észak, kelet, dél felé meglegyenek a szomszédos településekkel a kapcsolatok. Így van, ezen dolgozunk, és akkor csak, hogy tényleg pontosak legyünk, és ne hagyjunk nyitott kérdést. Ugye Miskolcnak a közúthálózata, mint minden más városnak a közúthálózata két kezelői oldalról tevődik össze, van 325.833 méter állami kezelésben lévő utunk, illetve van 527.381 méternyi önkormányzati kezelésben álló utunk. Ez még a teljes kedvéért, akkor itt a kérdés, ez teljesen hozzátartozott. Köszönöm szépen a válaszokat. Van-e valakinek, valaki másnak még kérdése? Vagy hozzászólása? Jó, nyugodtan lehet még gondolkodni a kérdésen, vagy a kérdéseken. Én, hogyha valakinek el kell mennie egy következő meetingre, vagy az ideje nem engedi meg, akkor szeretném még egyszer megköszönni az eddigi részvételt, és bízom abban, hogy sikerült konkrét segítséget adni abban, hogy hogyan kezdjük el népszerűsíteni Miskolcon helyben a kerékpározást. Talán sikerült mindenkit meggyőzni arról, hogy a bringával munkába járás az nem egy jövőbeli cél, hanem egy jelenbeli sikernek az záloga, és hogy a vállalatok vagy önkormányzati szereplők iskolák számára is kifizetődő, hogyha a munkavállalók vagy a kollégák inkább bringáznak. Legyenek előfutárai a bekövetkező változásoknak, van hova fejlődni, és pont ez a jó, ezek a kihívások a legjobbak, hiszen most lehet alakítani a gyermekeink jövőjét is, úgyhogy járjanak élen a bringás fejlesztésekben, hogy sikeresebb legyen a környezetük és a vállalatuk. Úgyhogy köszönöm szépen a részvételt. Én szívem szerint még egyet kérdeznék, vagy inkább talán reflektálnék az eddig elhangzottakról, hogy vannak-e vajon mérések. Ugye nem nagyon van ez az 5%-os modál split, hogy csinálnak-e rendszeres méréseket, mert én azt gondolom, hogy ez egy kiindulási pontja lehetne a jövőbeli céloknak az elérése. Tehát 2030-ra egy 15%, azt nyilván úgy lehet csak elérni, hogyha rendszeresen mérjük a kerékpározók számát, és úgy éreztem az eddigiekből, hogy ez nincs még teljesen kialakítva, tehát talán ez egy javaslat lehet a részemről, hogy rendszeres méréseket produkáljanak. Én azt gondolom, hogy ezek nem olyan óriási költségek vagy logisztikával járó dolgok, nem kell feltétlenül automatizált mérőeszközökre, hanem tényleg forgalomszámlálókra is lehet gondolni. Igen, tehát ezt szerettem volna csak így megjegyezni. Sziasztok! Nekem igazából nem kérdésem lenne, csak egy reflektációm. Király Lili vagyok, az Evosoknál dolgozom, és kaptam a kollégáktól ezt a jó kis ötletet, hogy szuper lenne, hogyha részt vennék ezen a kis workshopon.
Úgyhogy csak meg szeretném köszönni ezt az alkalmat nektek, mert szerintem nagyon sok hasznos tippet kaptunk, úgyhogy remélem, hogy tudom majd vinni esetleg a vezetőség felé ezeket a jó kis ötleteket, hogy hogyan is indulhatnánk el, bár van nálunk biciklitároló, és biciklivel is járnak elég sokan a kollégák, és zuhanyzó is van, szóval, hogyha esetleg messzebbről jönnének, vagy nagyon meleg van, akkor is nem okoz ez ugye különösebb problémát a számunkra, de mindenképpen hasznos volt, és nagyon érdekes, úgyhogy köszönöm szépen. Mi is köszönjük, én is köszönöm a részvételt és a hozzászólást is. Nagyon jó, hogy volt egy cég, vagy van egy cég, nyilván több is van, akiknél az infrastruktúra hard része is több jobban jelen van, tehát az zuhanyzók meg a támaszok. Esetleg kifelé menet érdemes megnézni, hogy mennyire vannak tele ezek a támaszok. Ugye ezek mindig egy csalóka dolog, mindig kevesebb támasz lesz egy országban vagy egy városban, mint amekkora igény lenne rá, de az is egy jól dokumentált dolog, hogy abban a pillanatban, hogy megduplázzuk, mondjuk építünk új támaszokat, új kerékpárok fognak oda megjelenni, úgyhogy például ez lehet az első ilyen nagyobb beruházása talán az Evosoftnak, hogy duplázzák meg a bringa támaszok. Igen, egyébként pontosan ez történik most, úgyhogy most lesz, remélhetőleg. Nagyon jó. Örülünk, hogy hasznosnak találták. Jó, hogyha más... Ja, bocsánat, Árpád. Ugyan. Én csak szerettem volna megköszönni, hogy itt lehettem. El kell búcsúzzak tőletek, vagy önöktől, bocsánat, letegeztem itt sok részevőt, és még egyszer köszönöm a lehetőséget, és köszönöm azt, hogy aktív részese lehetünk minden olyan miskolci rendezvénynek, amit a Kerékpáros Miskolc Egyesület szervez, és még egyszer köszönöm a lehetőséget. Elköszönök, szép napot mindenkinek, és jó bringázást! Mi köszönjük, hogy vagytok nekünk! Köszönöm, köszönjük szépen, sziasztok! Akkor a köszönetekből én sem maradok ki, és elköszönök én is. Szerintem nagyon hasznos volt ez a webinár. Még egyszer köszönöm a résztvevőknek, és ahogy mondtam, kapnak majd egy e-mailt, amiben elérhető lesz a prezentáció, online is, a videó is benne lesz, és ha minden igaz, akkor még egy bemutató cikk is meg fog jelenni erről az alkalomról. Úgyhogy inkább ringázom mindenki, szép napot! Köszönjük, szép napot, Hátszelet! Sziasztok, köszönjük! Magán, sziasztok! Köszönjük, mi is, további szép napot! Thank you.